A mottója ennek az egész hónapnak, hogy élj a szívedért, dobbanjon egyszerre Gyuláért. 1997 óta minden évben megrendezik a Szívünk Napja című rendezvényt szeptember utolsó vasárnapján, a Szívvilágnapja alkalmából Gyulán. A szervezők ezt a hónapot a Szívhónapjának tekintik. Így céljuk, hogy ne csak egy napon figyeljenek oda egészségükre az emberek. Ennek érdekében középiskolákban dohányzás ellenes, illetve lemondás segítő előadásokat tartanak. Itt többek között a diákok először szembesülhetnek a szén-dioxid kilégzés kapcsán megkapott adatokkal. Már most is lehet kimutatni olyan változásokat, amire ők nem is gondoltak. Tehát egy egészséges embernél ez a szén-dioxid kilégzésnél egy kettes értéket mutat körülbelül a gép. Még ott volt olyan dohányzó, akinél 22-es, 23-as értéket mutatott, amin ő maga is meglepődött. Én elvnek tartom, hogy nem alapvetően a daganatos betegséggel próbálom őket nem azt mondom, hogy fenyegetni, hanem riogatni, hanem inkább azokkal a változásokkal, amit már sokkal korábban tapasztalnak, hogy hamarabb ráncosodnak a lányok, hogy hamarabb öregszik a bőrük, és egy picit a hiúságukra próbálok hatni annak kapcsán, hogy miért is érdemes letenni a dohányzást. Ebben a hónapban a főiskolai hallgatókat is megszólítják. A Gál Ferenc főiskolán Márk László tart majd előadást a kardiovaszkuláris betegségekről. A gyerekek számára már hagyományosan rajzpályázatot, a gyulai lakosságnak pedig egy receptversenyt hirdetnek a szervezők. Itt olyan recepteket várnak, melyek a magyaros ízvilágot megtartva egészségesebbre lettek hangolva. A szeptember 30-ai rendezvény helyszíne idén is a Gál Ferenc főiskola lesz, ahol szűrővizsgálatokkal, tanácsadásokkal, illetve a versenyek eredményhirdetésével várják az érdeklődőket. Beke Szilvia hangsúlyozta, az érdeklődő hölgyeket arra kérik, hogy piros színű felsőben érkezzenek az eseményre, hiszen egy szívet szeretnének formálni a Szívvilágnapja alkalmából.